Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Évközi 6. vasárnapot ünneplünk. Szentmisén keretében majd a betegek kenetét fogom kiszolgáltatni. Tehát pénteken a Lurdi Szűzanya ünnepe volt, a betegek világnapja. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki halandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cseré a pusztában. Semmi jót nem várhat. A kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,
amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zölden lenni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk, Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez az Isten igéje. Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereg lett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíruszi és Szidoni tengermellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat, jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.
ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett jó testvérek, a betegek kenetét szolgáltatjuk ki ezért. Csak egy gondolatot szeretnék kiragadni a mai evangéliumból, hiszen mindannyiunkat érint a boldogság szót. Ki ne ismerné ezt a szót? Hiszen mindannyian a boldogság után vágyódunk. Sokszor boldogságot kívánunk egymásnak. Hát így kezdődik a polgári év is. Január 1-én boldog új évet kívánunk. Vagy születésnap, névnap, nagyobb ünnep jön az életünkbe, akkor is boldog születésnapot, boldog névnapot, boldog áldott karácsonyt, húsvétot, és sorolhatnám tovább. De még a halottainknak is a temetőben örök boldogságot kívánunk. És ez jól is van így, mert az ember boldogság után vágyik, és ezt tudta Jézus. Elmondja a 8 boldogság tanítását. Azt mondjuk, ez az új szövetség 10 parancsolata. És amikor nézzük a boldogságot, nézzük a körülöttünk élő embereket is, és bizony azt látjuk, hogy mégis vannak olyanok, akik nem találnak rá a boldogság útjára. Mi ennek a magyarázata? Hát valóban olyan nehéz boldognak lenni itt a Földön? Még egyszer mondom, mi hívő emberek hisszük, hogy az Isten boldogságra teremtett minket. Az Isten nem irigyli az embertől a boldogságot. Még azt is megtette az Isten, hogy elküldte a fiát közénk, a világba, hogy Jézus mutassa meg nekünk az igazi boldogságnak az útját. És ha sokan eltévednek, ennek az egyik fő oka, hogy nem akarnak a Jézusi úton járni. Ezért lesznek utat tévesztett emberek. És miért nem hallgatnak az emberek Jézusra? Miért nem járják az általa javasolt utat? Több válasz is lehet, de az egyik például az, hogy a Jézus által felkínált boldogság az nagyon sokszor ellentétes az ember elképzeléseivel, az ember vágyaival. Például sok ember azt gondolja, hogy a sok pénz, a gazdagság, meg a hírnév, ez vezet el az igazi boldogsághoz. És ezzel ellentétben Jézus azoknak ígér boldogságot, akik bizony beérik kevéssel is. Akik nem gyűjtenek vagyont, illetve nem a vagyon, meg a földi dolgok töltik be az életüket és irányítja az életüket, hanem beérnek kevesebbel is. Akik olyan kincset gyűjtenek itt a földön, amelyek a jó cselekedetekben találhatók. Hát ezért kell minél több jót tenni. És hány olyan dúsgazdag, híres emberekről hallunk, akiknek megvolt a pénzük, a hírnevük, de mégsem voltak boldogok. Sőt, eldobták maguktól az életet. Mert csak pénzük volt, de nagyon kevés volt a boldogságuk. És félre ne értsük, nem a pénz ellen beszélünk, mert kell a pénz a megélhetéshez, meg a tisztességesen gyűjtött pénz, hogy legyen egy kis tartalék is, de ne ez irányítsa és töltse be a szívünket, az életünket,
ne tegyen kapzsivá bennünket. No meg, ez a bűnre is vihet mindannyiunkat, a túlzott pénzhajhászás, meg a túlzott pénz szeretete. Például ott van Júdás. Pénzért adta el a mestert. Pénzért árulta el Jézus. Kedves testvérek, én azt gondolom, mindannyian boldogok szeretnénk lenni. Ne felejtjük, hogy ott vagyunk mindig boldogok, ahol szeretnek minket. És így, ha minél többet kapunk, minél többet adunk a szeretetből, higgyük el, hogy annál boldogabbak leszünk. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, hitünkből fakadó imádsággal könyörögjünk, és alázatosan kérjük Urunkat testvéreinkért. Hogy őket, Urunk, irgalmasan meglátogasd, és a Szent Kenettel megerősítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy őket minden rossztól megszabadítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy beteg testvéreink fájdalmát enyhítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy segítsd azokat, akik betegek körül szolgálnak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy testvéreinket a bűntől és minden kísértéstől megszabadítsd. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy testvéreinknek, akikre kezünket rátesszük, az életet és az üdvösséget megadjad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Most az oltárnál könyörgést mondok a Szent Kenet fölött, amelyre azt válaszoljuk, áldott legyen az Isten. Áldott légy Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért fiadat a világba küldted. Áldott legyen az Isten. Áldott légy Istenünk, egyszülött fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsad. Áldott legyen az Isten. Áldott légy Istenünk, vigasztaló Szentlélek, aki gyenge testünkbe a magad erejét öntöd. Áldott legyen az Isten. Urunk, mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést és gyengeségükben erőt, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Testvérek, most történik a Szent Kenet szentségének a kiszolgáltatása. Majd kérem, hogy középre jöjjenek oda elém. A homlokot, tenyeret tegyük szabaddá, tenyérve nem lehet semmi. Tenyereket fölfelé tartjuk. Kérem, hogy akik esetleg a teraszon vannak, és ott is vannak, akik szeretnének a Szent Kenet szentségében részesülni, legyenek szívesek most befáradni ide a kápolnába. A többiek helyet foglalnak, és énekkel imádkoznak azokért a testvérekért, akik fölveszik a Szent Kenet szentségét. A kenetet azok vehetik föl, akik a kegyelem állapotában vannak, tehát a közelmúltban elvégezték a szentgyónásukat. Üljön le nyugodtan.
és kérem, akik a betegek temetésében részesültek, álljanak fel, egy könyörgést mondok fölöttük kiterjesztett kézzel. Urunk Jézus Krisztus, Te magadra vetted emberi természetünket, hogy az embereket megváltsad. Tekints kegyesen ezekre a testi-lelki gyógyulást váró gyermekeidre, akiket a Te nevedben megkentünk a szent olajjal. Erősítsd őket kegyelmeddel, vigasztalt segítségeddel, hogy megerősödve legyőzzenek minden bajt, és akiknek a Te kínszenvedésedből részt adtál, bizton remélhessék, hogy szenvedésük érdemszerző, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Most a fölajánlással folytatódik a szent misénk. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalomforrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. A Te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. Így, amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus, ami Urunk által. A Te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak Téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atyaisten a Szent Lélek kerékségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert hír az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretettel. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Áll az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk, attól, hogy mindig olyan eredelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, ma este 6 órakor Szent Mise, jövő heti miserendünk, kedden este 6 órakor Szent Mise, szerdán este 6 órakor Szent Mise, melynek keretében a Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk imádkozni. Csütörtökön délután 5 órától szentségimádás, 6 órakor Szent Mise. Pénteken este 6 órakor Szent Mise. Jövő vasárnap, évközi 7. vasárnap lesz. Szombaton este 6 órakor elővételezett Szent Mise, ami egyben diák mise is. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket, fiatalokat. Jövő vasárnap is a szokott időkben lesznek a Szent Misék itt a kápolnában, délelőtt 10:30-kor és este 6 órakor. Továbbra is hirdetem, hogy jövő szombaton, február 19-én, este 7:30-kor plébániánk szervezésében a Voisingers együttes farsangi koncertje lesz a Nevelési Központ színház termében. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. A belépés ingyenes, majd a kihelyezett gyűjtőhelyen adományokat elfogadunk. Ezeket a hittanos gyerekeink nyári táboroztatására fogjuk fordítani. Ingyenes a belépés, de regisztrációhoz kötött. Kérem, aki szívesen eljönne, akár a sekrestyében, vagy az irodában tud jegyet kérni, belépő jegyet kérni. Továbbra is kérem a segítséget abban, hogyha tudunk a környezetünkben olyan fiatalokat, akik idén szeretnének egyházi házasságot kötni, jelezzék feléjük a hívek, hogy itt a plébánián március elején indul a jegyes kurzus. Erre február végéig tudnak személyesen jelentkezni az irodában. Szent Mise elején kaptunk egy kis kartont, kis plakátot, mindenki megkapta. Kérem, hogy ezt vigyük haza, vihetünk másoknak is, belőle van még a sekrestyében. A járvány miatt kézből lehet áldozni. És ez a helyes kézből áldozásnak a menete, hogy hogyan kell. Tehát ne vigyük haza és tegyük el, hanem házi feladat, tanulmányozzuk. Hogyan kell helyesen kézből áldozni? Fönt, amikor piros X-el van jelezve, úgy nem szabad, tilos. Alul zöld pipával van jelezve, úgy kell kézből áldozni, és ami alatta van írva. És kérem, hogy ha áttanulmányoztuk, akár gyakorolhatjuk is, akár a tükörrel szembeállunk, és legközelebb már így járuljunk a szent áldozáshoz. Szent Mise után keresztelő lesz, imádkozzunk a keresztelendőért, szüleiért, keresztszüleiért, nagyszüleiért. Most imádkozzunk magyar hazánkért. Mindenható Istenünk, áld meg édes hazánkat és magyar népünket, hogy feladatát mindinkább megismerje, és a tőled kapott hivatását betöltse. Vissza köztünk az egységet, szüntesd meg a viszálykodást, hogy a hit és szeretet által jó és bal sorsban egyaránt hülyen szolgáljunk neked. Mária, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.
Amen.